Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. Úgy éreztem, hogy fel kell jöjjek, és rövid információt kell adjak a tegnapi videóról, mert nagyon sok a komment, nagyon-nagyon sokan írtok, természetesen van köztük, aki vádol engemet. Na most azt szeretném mondani, hogy ti szinte a családtagjaim vagytok itt a. Youtube-on és a Facebookon kettő éve ismertek, tudjátok, hogy csak a szépet, csak a jót, csak a türelmet és a biztatást hoztam nektek, és mindig itt voltam, amikor valakinek kellettem, ha írtatok, akkor írtam vissza, és a privátjóslásokat is szinte azonnal teljesítettem, úgyhogy olyan ember vagyok, aki épít, nem aki leépít. Most, hogy ez így sikerült, ez sem az én kitalálcióm, Igenis, hogy éreztem a lelkemben a nyomást, és a kártyák mutatták, és hozzám a spirit is szól, hogy bizony egy jó páran el vagytok akadva már régóta, hol a gyereketekkel, hol a pénzben, hol a családtagokkal, veszekedést láttam, hol megcsalást láttam, sírásokat láttam, és igenis, hogy érzem, hogy egy páran el vagytok akadva. És ez még bizonyítja a nagyon sok e-mail írás, üzenet, amit tegnap kaptam, legalább százan írtatok, tehát valamennyien el vagytok akadva. Mint mondtam, aki meg tudja oldani egyedül, hogy levegyék az átkot, az átok eltarthat hónapokig, évekig, pláne, hogyha szívből hiszünk benne, vagy ha családtagunktól jött, aki bíztunk, akit szerettünk, az még fájdalmasabb, és ezért évekig is Magunkkal hordhatjuk, ez tapasztalat is nálam is. Nálam is voltak ilyen dolgok, amit bizony nagyon sokáig hordtam, és engem is ö, úgy segítettek levenni, és úgy segítették a gyógyulásomat. Még azt is el kell mondjam, hogy okleveles gyógyítói ö, okleveles gyógyító vagyok, amit Magyarországon ö, végeztem el kétszer. Német Mónikánál, ami bizony nem kevés pénz volt, gyógyítani tudok, ami Istennel van összekötve, és a negatív energiákat amit családból hoztunk, esetleg több generációból azt le tudom venni, és azonnal pozitívvá tudom változtatni, amitől jól érzed magad, és az életed fölfele fog ö, ívelni. A rontáslevétel az egy külön téma, azt is meg tudom oldani, hogy egy jó darabig ne tudjanak hozzád férkőzni a rossz emberek. Tehát csak ennyit szerettem volna mondani, köszönöm, hogy meghallgattatok, természetesen jövök új videókkal, sziasztok!